Sziasztok, Sas Dani vagyok. Hajdúszoboszlóiként nálunk a családi ebédlő asztalra számtalanszor kerül a hortobágyi húsos palacsinta. Megmutatom, hogy hogyan készítem én. A hortobágyi húsos palacsinta tölteléke jelen esetben csirkecombból, ráadásul filézetlen csirkecombból készül majd, szerintem ezzel sokkal finomabb. Készítünk egy paprikás csirkét, amihez először egy pörkölt alapot, fel is vágom a füstölt szalonnát, amivel elkezdem. Szándékosan nem vágtam nagyon apró darabokra, a végén majd eltávolítom a mártásból. Amíg ez kiolvad, addig felvágok egy darab vöröshagymát, egy darab paradicsomot, illetve a paprikát, ami majd szintén ebbe a pörkölt alapba kerül. Ez csak ilyen nagyobb darabokra. Közben szépen elkezdett kisülni a zsír a szalonnából, és most mehet is rá a hagyma. A hortobágyi húsos palacsinta mindig egy ilyen megtűrt étel az éttermeknél, hiszen sokszor éri az a vád, hogy korábban felhasznált ételek újrahasznosításával készül el, de higgyétek el, hogy ti is nagyon egyszerűen elkészíthetitek otthon, és tényleg kevés a hibázási lehetőség is. Ha elkezdett üvegesedni, és egy picit lepirulni a hagyma, akkor mehet is bele a paradicsom, illetve a paprika is. Teszek bele egy kis piros paprikát, viszont addig ugye lehúzzuk a tűzről, hogy nehogy hirtelen odaégjen a piros paprika, ezzel keserűvé váljon maga az étel. Rá is teszem a csirkecombot, amit ketté vágok. Annak érdekében, hogy kicsit gyorsabban megfőjön, de csontok mellett belevágok, ezzel gyorsítva meg a folyamatokat. Besózom, és jó alaposan beborsozom. Még egyszer átforgatom, és tényleg azért, hogy véletlenül se kapja le, fel is öntöm vízzel. Elkészítek egy ilyen klasszikusnak mondható sós palacsintatésztát, ami nyilván liszt, két tojás, kevés só, szódabikarbon, hogy jó könnyű levegős legyen, ezt elkezdem összedolgozni. Kerül bele olaj, tej, szépen csomómentesre kikeverjük, és utána annyi vizet adok hozzá, hogy egy könnyű palacsintatészta állagot kapjak. A hortobágyi húsos palacsintában jellemzően megjelenik a tejföl, illetve a petrezselyem is díszítésként. Én most azt találtam ki, hogy a petrezselyem maga a palacsintatésztába kerül. Elkezdem tehát kisütni a palacsintát, ami a hortobágyi húsos palacsintának nyilván egy nagyon fontos eleme lesz. Ehhez először olajat hevítek, egy keveset, hiszen olaj van magában a palacsintatésztában is. A palacsintatészta akkor jó, hogyha vékony. A hortobágyi húsos palacsinta esetében ez lehet egy kicsit vastagabb, de hogyha picit túl vastagnak érezzük, akkor még ebben az állapotában is kényelmesen tudunk hígítani a tészta állagán. Időközben el is készült csirke paprikás, ami hogyha megmaradt volna egy előző vacsoráról vagy ebédről, akkor most a hortobágyi húsos palacsinta kapcsán is viszonylag könnyű lett volna a dolgom, de így sem volt nehéz, hiszen láttátok, nagyon gyorsan elkészült és nagyon gyorsan összeállítható. Kiveszem a csirkecombokat, kicsit így hűl, gyorsan átszűröm ezt a pörkölt alapot, mert nekünk majd csak a szaftos levélre lesz szükségünk. Visszaöntöm, és most elkezdem visszaredukálni, amit majd egy kis tejfölös habarással fogok sűríteni. Ez lesz a hortobágyi húsos palacsintának a mártása. Ezt a receptet is, mint nagyon sok receptet egyébként, édesanyámtól tanultam, és ő az, aki nekünk nagyon sokszor így vasárnapi ebéd gyanánt az asztalra tette. Javaslom nektek is, hogy próbáljátok ki, mert tényleg nagyon egyszerű, és szerintem a barátokat is le tudjátok nyűgözni vele. Lefejtem a húst, úgyhogy a bőr az nem kerül bele. Öntök hozzá egy nagyon kevés főzőlevet, és ezt majd, hogy nem most pürésíteni fogom. Pörkölt szaftot be is habarom, ami egy kis tejföl és liszt segítségével történik.
forrásban lévő szavból egy keveset teszek hozzá, hogy ne csapja majd ki, amikor beleöntöm, és így öntöm hozzá. A családi étkezések és az éttermi étkezések között nekem mindig nagy különbség volt. Biztos, hogy anyukám sokkal több tölteléket rakott be, mint amit az étteremben kaptam. Most pedig jó alaposan meglocsolom ezzel a szavtal. Kerülhet rá még egy kis petrezselyem, és egy kevés majoranna. Láthattátok, ilyen egyszerűen otthon is elkészíthető a hortobágyi húsos palacsinta. Nálunk, a családomban így készül. Legyetek bátrak és próbáljátok ki ti is!